A Nagyszombat megyei önkormányzat egy átfogó projektet dolgozott ki, amely az infrastruktúra fejlesztését célozza meg. Ennek értelmében felújítják a megyei fenntartású középiskolák sportpályáit, ugyanis szeretnék javítani a sportolás, valamint az egészséges életmódra való nevelés feltételeit. Za 7 milión eur obnovíme športoviska pri našich stredných školách a som veľmi rád, že práve tu v Dunajskej strede môžeme hovoriť už o realizácii prvej fázy tohoto projektu. Bude nás čakať budúci rok druhá fáza. Samozrejme tu v Dunajskej strede je aj dôležitá plaváreň, ktorá patrí medzi jedno z tých 13 projektov a ešte aj výstavba novej telocvične pri gymnáziu. Tieto tri objekty, ktoré župa zriaďuje, budú teda v rámci 13 projektov na území kraja zrealizované. Dunaszerdahelyen az elmúlt években az önkormányzat az alapiskolákban felújította a futópályákat. Idén két alapiskolánál két betonalapú pályát fognak modernizálni. Ájó Zoltán polgármester megyei képviselőként örömmel támogatta a középiskolák sportpályáinak felújítását is, ugyanis ezen a területen évek óta nem volt fejlesztés, az pedig elengedhetetlen, hogy a sportolás lehetővé tévő infrastruktúra korszerű legyen. Öröm számomra azáltal, hogy itt a Magyar Gimnáziumban végeztem, itt érettségiztem, hogy első között a Magyar Gimnáziumnak a sportpályája megújult. Napközben az itteni diákok fogják, a gimnazisták fogják használni, és estére pedig, délutánonként pedig megnyílik ez a sportpálya, az új sportpálya, mind a futók előtt, mind pedig a focizni vágyók előtt, úgyhogy így integráljuk valójában az erőnket, ami megye és a helyi önkormányzatnak a jó együttműködése kapcsán. Ünnepélyesen átvágták a szalagot a gimnázium felújított sportpályájánál. A középiskola diákjai azonnal birtokukba vették az immár modern műfüves többfunkciós sportpályát. A diákok évek óta nem tudtak a pályán sportolni, mert az rossz állapotban volt. A felújított sportpályát futballra, kézilabdára és röplabdára használhatja majd több megyei középiskola is. A négy évfolyamból a fiúk felállítottak foci csapatokat, és évfolyamok közötti baráti foci meccsek zajlanak. Az előző években is voltak ilyen csapatépítő napjaink, sportnapok, de mindig a város pályáját kellett kikölcsönöznünk. Volt sportpályánk, de nem volt működőképes, tehát egyáltalán nem volt alkalmas arra, hogy használják a diákok. A beruházás második ütemének részeként a megye azt tervezi, hogy a sportolásra alkalmas területet kibővíti egy másik multifunkcionális gumifelületű sportpályával, így 2022 nyarára kosárlabdapálya és teniszpálya épül. A teljes beruházás értéke 250 000 euró lesz.